Sziasztok! Üdvözlöm a Nemzetközi Fitness Iskola YouTube csatornáján. Mai videómban azokról az erőfejlesztő gyakorlatokról fogok beszélni, amelyeket ha lehetne legszívesebben betiltanék az edzőtermekben. És hogy miért? A mesélést egészen az elejétől kezdem. A ma divatos erőfejlesztő gyakorlatok elterjedésétől. Visszatekintve a súlyzós erőfejlesztés és vele párhuzamban a testépítő sport történelmére, jól látható, hogy annak virágzása aranykora, a tengeren túlon legalábbis, az 50-es, 60-as évekre tehető. Ebben az időszakban alakultak ki és fogalmazódtak meg azok az edzéselméleti alapok, köszönhetően többek közt a Weider-fivérek munkásságának, melyek napjainkban is meghatározzák a súlyzós edzést. Tervezést. Szintén ekkoriban terjedtek el azok a klasszikus erőfejlesztő gyakorlatok, amelyeket napjainkban is milliók végeznek az edzőtermekben. Az erőfejlesztő gyakorlatok nagy része kiállta az idők próbáját, mégis sok olyan gyakorlat maradt a köztudatban, amelyek sem hatékonyságukat, sem biztonságosságukat tekintve nem a legmegfelelőbbek. A testépítés aranykorában sokkal kisebb volt a prevenció, a gyakorlat végrehajtás biztonságosságának jelentősége, aminek oka többek között az, hogy abban az időszakban sokkal kevésbé voltak jellemzőek azok a tartás problémák, mozgatószervrendszeren belüli megbetegedések, melyek sajnos modern életvitelünk velejárói. Napjainkban személyedzőként dolgozva azt tapasztalom, hogy az edzőterembe járók többsége rendelkezik valamilyen tartás problémával. Ennél fogva nagyon nem mindegy, hogy milyen típusú gyakorlattal terhelem őket. A modern edzés tervezésben az egyes gyakorlatok kiválasztása során felértékelődött a prevenció jelentősége, illetve az, hogy a különböző gyakorlatok esetében milyen a kockázat és a haszon aránya. Ebben a videóban azokat az erőfejlesztő gyakorlatokat fogom bemutatni nektek, amelyek a modern szemlélet szerint egyértelműen megbuktak, hatékonyságuk a sérülés veszélyhez képest rendkívül alacsony. A magyarázathoz az anatómia tudományát hívom segítségül, a Muscle & Motion alkalmazás által, és megpróbálok alternatívákat ajánlani a tiltott gyakorlatok helyett. Nézzük meg tehát azokat a gyakorlatokat, amelyeket semmiképpen nem ajánlok végezni az edzőteremben. Első, a felülés. A felülés a köztudatban az egyik legalapvetőbb hasizom gyakorlat, ha máshonnan nem is, de a testnevelés órákról biztosan mindenkinek ismerős, sőt, máig a fegyveres testületek dolgozóinak egyik alapvető felmérő gyakorlata. Pedig valójában a gyakorlat fő mozgatóizma nem is valamelyik hasizom, hanem a csípőhajlítók izomzata. Nézzük meg a Muscle & Motion-ben, hogy mi történik a végrehajtás során. A mozgás első fázisában valóban az egyenes hasizmok mozgatnak, azonban a következő fázisban a csípőhajlítók veszik át a mozgató szerepet. Innentől kezdve a hasizmok csak mint stabilizálók működnek. Gyakorlatilag egy sorozaton belül az ismétlések végrehajtása során végig ebben a második szakaszban dolgozik a felülést végző. És hogy mi ezzel a baj? Hát több minden. Egyrészt nem a hasizmok végzik a dinamikus munkát, hanem a csípő hajlító izmai, ennél fogva a felülés nem a hasizomzat, hanem elsősorban a csípő hajlítók izomzatának erősítésére alkalmas. Másodszorban a csípő hajlítók eleve rövidülésre hajlamos izmok, leginkább azok esetében, akik ülőmunkát végeznek, a csípő hajlítók erősítése egyenesen kerülendő, hiszen a megrövidült csípő hajlítók az alsó kereszt szindróma tünet együttesét okozhatják, mely tartás probléma csípőizületi és derékbántalmakat is okozhat a későbbiekben. Kifejezetten nagy az ágyéki csigolyák közti porckorongokra ható terhelés abban az esetben, ha a törzs stabilizáló izmai nem elég erősek. Ilyenkor a felülés során az alsóháti csigolyákról eredő nagy horpaszizom egy fokozott ágyéki lordózist hoz létre, ami akár gerincsérhez is vezethet. Mi lehet az alternatíva? Nem más, mint az egyszerű hasfrés gyakorlat. A felülés teljes mozgástartományának alsó szakaszát használjuk, a háti gerinc szakaszt csigolyáról csigolyára gördítve emelve a mellkast mindaddig, amíg az ágyéki gerinc szakasz stabilan lent tud maradni a talajon. Így végrehajtva a gyakorlatot, amellett, hogy csökkentjük az ágyéki porckorongokra ható terhelést, valóban az egyenes hasizomzatot léptetjük elő fő mozgatóvá. A második tiltott gyakorlat a nyak mögötti nyomás, illetve húzás. Szintén a testformálás aranykorához köthető klasszikus erőfejlesztő gyakorlatok a nyak mögül nyomás és a tarkóhoz húzás. Két olyan máig elterjedt gyakorlat, melyeknek már rég ki kellett volna kopnia a köztudatból.
Egyrészt mindkét gyakorlat extrém módon terheli a bálizületet. A nyak mögül nyomás abban az esetben, ha még egy felső kereszt szindróma is jelen van, könnyen rotátorköpeny szakadáshoz is vezethet. Másodszorban a végrehajtás során általában egy természetellenes, előreeső fejtartás jellemző, ami pedig a nyaki gerinc szakasz sportkorongjainak nem a legjobb barátja. Harmadsorban mindkét esetben egy szűk, korlátozott mozgáspályán dolgozzuk a célzott izomcsoportokat, tehát az égvilágon semmi sem indokolja a fokozott sérülés veszéllyel járó gyakorlatok alkalmazását. A nyak mögül történő nyomások helyett alkalmazzuk a szintén klasszikusnak számító katonai nyomást, ahol a kiinduló helyzetben a könyököket a törzsíkja előtt tartva sokkal kényelmesebb lesz a mozgás végrehajtása bálizület számára. A hátizomzatra ható lehúzások esetében pedig maradjunk a mellhezhúzás gyakorlatnál, ahol a gerinc természetes görbületeit megtartva jóval nagyobb mozgástartományban leszünk képesek terhelni a hátizomzat rostjait, mint a tarkóhoz történő lehúzások esetében. A következő részben két olyan gyakorlatot nézünk meg, melyek közül az egyik gyakran félreértett, de legalább kellően sérülésveszélyes, míg a másik teljesen haszontalan. Ti melyik gyakorlatot tiltanátok be az edzőteremben? Ha érdekesnek találtátok a tartalmat, ne felejtjetek el lájkolni, feliratkozni, hiszen hamarosan érkezünk az összeállítás következő részével. Köszönöm a figyelmet!